A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések vendége Égerel László, kommunikációs szakember, műsorvezető, énekes, szerző, előadó, annyi mindent lehetne tényleg így mondani rólad. Köszöntelek itt a stúdióban. Én köszönöm szépen, hogy meghívtál, és köszöntöm a kedves nézőket is. Szerintem sok helyről sokan ismernek téged, de most egy kicsit még jobban megtudhatjuk, hogy ki is Égerel László, hogy ki is vagy te valójában. Kezdjük így a legelejéről. Én nem olyan nagyon sok mindent tudok róla, néhány főbb dolgokat igen, de hogy azért sok mindent nem. Például azt, hogy hova valósi vagy. Én Erdélyben születtem, és 9,5 éves voltam körülbelül, amikor a család áttelepült Magyarországra, és akkor kalandos út vette kezdetét. Isten igazából Salgótarjánban éltünk 12 évig, de a kis feleségemmel, aki akkor még nem volt a feleségem, Csepelen is éltünk, gyakorlatilag 20 évig Gárdonyban, és a másfél éve Székesfehérváron, úgyhogy röviden akarnám összefoglalni. Picike kis kitekintések azért még voltak. Annyi mindent tényleg így elmondtam az elején, hogy kommunikációs szakember, énekes, szerző, előadó művész, tehát annyi minden vagy, annyi mindent csinálsz, akkor mondjuk így. Hogyan indult annak idején így a színpaddal a kapcsolatod? Hát tényleg hogyan? Hány éves voltál? Mennyi a műsoridőtek? Mert elég rége ugye datálható ez a dolog. Soha nem készültem egyébként előadónak, vagy ha kezdhetjük ezzel, vagy akár műsorvezetőnek, és még sorolhatnám, mondjuk ami ezt a témát illeti. Hát talán azt emelném ki, amikor áttelepültünk ugye Magyarországra, ugye Erdélyből, ugye én Szászrégenben születtem, de Székelyudvarhelyen laknunk hozzámosabb ideig, és általános iskola alsó tagozatában, ez ugye negyedik fél év volt, volt egy március 15-ei műsor, képzeld el, akkor 9,5 éves voltam, és hát elég sokan ugye Salgótarjáron beszélünk, ugye hát azért palócosan beszéltek, és akkor most ilyen modern szóval mutatom, hogy castingolt az osztályfőnökünk tulajdonképpen, hogy az ünnepi műsort ki vezethetnék vázit, persze iskolai kereteken belül, és akkor, hogy én milyen szépen beszélek, hát nincs tájszólásom és egyebek, hogy akkor csináljuk ezt. Itt volt az első tulajdonképpen, természetesen ez nem tudatos, ezt így megcsináltuk, tök jól sikerült emlékeim szerint a műsor, bár nem ma volt, és akkor onnantól kezdve egy nagy pauza a műfaj tekintetében. Én sportolóként, én világéletemben focista akartam lenni. Kérlek szépen, én is jutottam a magyar válogatottságig, U14-ben, aztán egy tétsérülés ennek véget vetett gyakorlatilag, és akkor utána, mivel válogatott játékos voltam, elég sok új, tehát országos médiumoktól kezdve, nyilván a lokális médiumokig természetesen azért sokat szerepeltem, fiatalkorom ellenére. És egy nagyon jó barátom, Esméler András is több anyagot készített ugye velem, és kezdett tetszeni tulajdonképpen a műfaj. És akkor valahogy ösztönzött erre a sérülésemet követően, miért nem foglalkozol ezzel, érdekel? És akkor utána elvégeztem a sportújságíróit gyakorlatilag, és akkor olyan sokáig nem dolgoztam benne, mondhatnám úgy csúnya szóval, hogy a showbiznisz magába szippantott, mert akkor ugye már gimnáziumról beszélünk, akkor ott már ugye suli zenekar, ahogy ugye ez lenni szokott, vagy legalábbis a régmódban ez így indult többeknél. És ott is már azért a kvázi több lábonállás, vagy az érdeklődési kört, vagy köröket illetően azért szerte ágazott ez a dolog. Sikerek jöttek Isten igazából, megjelentem, mondjuk ha az újságírás nézzük, fix BL magazint írtam, képzeld el, akkor nem mondom a nevét, de ott a helyi labban, akkor fellépésekre jártunk, nem ilyen nagy számban nyilván, mint azt követően, de hogy ez működött ez a dolog.
És akkor ott már, én azt gondolom, nem volt kérdéses mondjuk a visszajelzések alapján, majd hogy ezt görgessük előre. Aztán, ahogy ment előre az idő, akkor szólóban, dúóban, de nekem nagy vágyam volt annó még ugye a zenekarban való szereplés. Ez úgy adatott meg tulajdonképpen, hogy vendég előadóként énekelhettem mondjuk zenekaroknál néhány dalt, de nekem ez a dúózás, ez mindig, ez a mai napig megvan egyébként. Nekem ez nagyon nagy kedvencem, ha szabad így fogalmaznom. Egy ének zongora dúóval kezdtünk. Hát én a hangommal próbáltam megmutatni magamat. Aztán a későbbiekben gitárossal egészültem ki, majd néhány éve újra zongoristával jártuk az országot. Ugye akkor énekes is voltál, kellett fejleszteni a hangod, vagy jártál tanárhoz, vagy hogy derült az ki, hogy neked ehhez van tehetséged? Világéletemben szeretem egyébként énekelni, még ugye általános iskolában, ha megint vissza tudunk röppenni a picikét az időben, akkor... Én énekkarba akartak rángatni, de tudod, milyen ciki egy fiúnak tizenévesen, vagy akár 11-néhány évesen, és mondom, én akkor aktívan sportoltam, tehát nem nagyon foglalkoztam ezzel a részével. Autodidakta módon lehet azt mondani, hallgattam a kedvenceket, leutánoztam, mert azt is kevesen tudják. Elég sok helyen elmondtam egyébként, hogy én parodistaként kezdtem tulajdonképpen, ami a színpadi tevékenységek ezen vonulatát illeti. Úgyhogy na és ott már megcsillogtattam azért, hát nem akarok most túlozni neked, pont néhány évvel ezelőtt a bombonos Szolnoki Peti kérte tőlem, hogy küldje már át valamit, mert őt is hát utánoztam, vagy imitáltam, vagy ahogy tetszik, és nekem volt, körülbelül megszámolva ilyen 50 körüli hangot tudtam, képzeld el, utánozni, ez nagy dolog volt, és ezt beépítettem, akkor még nem stand-upnak hívtuk, de voltak ilyen összekötő kis szövegek, ilyen kis feldolgozások, paródia szövegeket írtam, de próbáltam ezeket előadni, ugye az előadók hangján, és akkor innen jött az egész, tehát utánzásból indult ez a folyamat, de utána, amikor elkezdtünk akkori Rádu Csabi barátommal fiatal srácokként saját dalokat is írni, a magunk is módján, akkor ott már jobban meg tudta mutatni az ember, hogy Isten igazából mire képes, vagy jó ez az út, vagy nem tudom én. Úgyhogy pontos időpontot nem tudnék mondani, de azt, hogy külön tanárhoz nem jártam, nekem mondták is, hogy nem, mert van egy pici, már akkor volt valami kis karcosság a hangomban, amit különböző énektechnikai dolgok, valaki modorosnak mondott, valaki, és még sorolhatnám, de én ezt így szerettem, ahogy van, a drága kedves közönség is ezt így kedvelte, a későbbiakban azért az nagyon sokat, több ezer előadásról beszélünk itt, azért ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, és erre büszke is vagyok, hogy ezt így módon meg is tudtam tartani, úgyhogy először nem tudatosan, később pedig tudatosan mondhatom azt, hogy nem képeztettem a hangomat, de rengeteg zenét hallgattam, rengeteg olyan emberrel és íres előadóval, aki nekem azért ezt visszaigazolta, hogy jó az úgy. Itt Balázs Betty tudom például említeni, akit nagyon-nagyon szeretek, és egy csodálatos énekesnő, aki picikét formálta mentorként gyakorlatilag ezeket, de az, hogy én most évekig tanárhoz járok, ilyen módon ez nem történt meg. Hangszerek? Hangszerek, engem mindig kísértek, ugye, a torkom volt, vagy a hangszálaim, ugye az én hangszerem, jelenleg is az, illetve alapszinten gitárzongora, tehát a dalokat viszont gitáron vagy zongorán, az már azért meghatároz egy hangulatot, hogy éppen melyik a hangszerhez nyúlok. Alapszinten nem trollkodok olyanba, amihez nem értek, de én mindig azt mondtam, hogy ötletekben vagyok erős. Ez valamennyi tevékenység, olyan szépen bevezetted a sok tevékenységemet, hogy én mindig ezekben voltam erős, hát az ember nem érthet mindenhez. Például így lettem aranynemezes dalszerző is, ugye, például Gájer Bálintnál, hogy én ötleteket gitáron, billentyűn feljátszom, kitalálok egy dallamot, stb., és akkor arra rácuppan adott esetben, ha most szerzői létről beszélünk, az adott előadó, és utána meghangszerelteti úgy, ahogy azt ő szeretné, profi hangszerelővel. Hát így összetettebb a dolog. Én akartam is kérdezni ezt az aranylemezt, hogy ez melyik lemez volt, és hogy hát hogyan lett ez az aranylemez? Tehát, hogy így mennyit agyaltál rajta, hogy milyen legyen, vagy nem tudom, hogy milyen legyen alkotói folyamat, de hogy... Jogos a kérdés, mert hogy ez egy dal volt, ami felkerült egy válogatás lemezre, és maga a válogatás lemez lett, és az azon szereplőadók, szerzők avanzsálódtak így tulajdonképpen aranylemezesek ki.
Köztük én is. Egyébként ez egy karácsonyi dal volt, ami felkerült erre a válogatásra. Az Egyszer van karácsony című, aki szeretné, az különböző videó megosztókon megtekintheti Gáyer Bálint oldalán. Erre nagyon-nagyon büszke vagyok, főleg a mai világban, amikor senki nem vásárol hanghordozókat, így kézzel fogadva, vagy mindenki letölt. Úgyhogy szerintem ez nagy dolog, nyilván egy alacsonyabb példászám, mint mondjuk 25 vagy 30 vagy 40-50 évvel ezelőtt, de én azt gondolom, ez nagy dolog, úgyhogy ez így történt ennek a ezen része, vagy az aranylemezes szerzővé válásnak a folyamat. Egy alkotó folyamat pedig úgy néz ki, hogy ugye vegyük ketté, tehát van az első vonulata ennek, amikor bekattam valami, mész autóval, beugrik egy dallam, hat rád egyéb, mondjuk előadó, stb., és akkor elindul a vezérhangja, és akkor annak, legalábbis nálam így van, és akkor annak hatására, vagy azon indulás folyamataként elindul tulajdonképpen az alkotói fázis, ami a zeneszerzői részét illeti. Van a megrendelése, ami szintén nem működik inspiráció nélkül, és nyilván hát ebből volt azért a több jó sok dal van. Jártam, úgy képzeld el, hogy konkrétan a Gáyer Bálinttal voltam egy rádiós műsorban, ahol szerző és előadó volt a téma, és vagy bejátszottak valami dalt, vagy idéztek valamelyikbe, és képzelni nem tudtam, hogy az az én dalszövegem, ugye én dalszövegíróként is tevékenykedem, úgyhogy ilyenek is előfordulnak, hogy most mondtam, hogy hát itt szerintem lehetett volna egy másik szó, most mondtam már, mint hogy jó, oké, de ezt te írtad. Tehát, hogy így zajlik Isten igazából nálam legalábbis az alkotó folyamat. Persze az előadói kérések, mint olyan, hogyha a szerző részéről beszélünk, azért még ugye közben játszanak, hogy a témát érintően, vagy az a fajta szóhasználat nem áll jól neki. Összetette be picikét, de egy a lényeg, valamennyi tevékenységemet illetően alkotó folyamat jöjjön létre. Nekem muszáj alkotnom. Én azt érzem, én az a fajta ember vagyok a kiskorom óta, és minden alkotás. Ez a beszélgetés is, azt gondolom, hogyha épít bennünket, és motivál bármilyen szempontból, és az, hogy kíváncsi vagy rám, remélhetőleg, hogy a kedves nézők is, akkor ez is egy olyan fajta folyamat, ami építi az embert. És ez nagyon fontos, hogy valamilyen módon tudjon alkotni. Az ember legalábbis én így vagyok ezzel. Tényleg annyira sok mindent csinálsz, majd beszélünk a többi dologról is, amiben tevékenykedsz. Most hol tart ez a dalszerzés, ez az éneklés, ez most még ott van-e az életedben? Az életemben mindig ott lesz. Előadói profilomra szoktam feltenni néha ilyen kis szösszeneteket azokból a dalokból, amelyeket én nagyon szeretek, vagy valamilyen módon meg szeretnék mutatni. De picikét, hát lehet mondani, hogy elhanyagoltam most ezt a részét. Tényleg sokan mennek. Covid után azért ez visszaesett, bevallom neked őszintén, nem vagyok egyedül így ezzel. De annyira már nem feszülök rá, vagy görcsösen nem akarom tulajdonképpen ezt a dolgot. Amikor jól esik, hívnak, örömmel megyünk és nyomjuk, és tudják, hogy elég sok helyen letettük azért hál' Istennek a névjegyünket, hogy mire számíthatnak. Nehezen azonosulok azon mai trendekkel, és illene a piacra dolgozni, de valahogy ez nekem ez nem jó, nem vagyok még olyan idős. Látom, hogy a szemed sarkában azért kérdőjelek jelentek meg, de hogy én azt az exkluzív vonulatot kedveltem mindig. Tehát én azért Stinget, Eric Clapton-t, Ray Charles-t, ilyenkor zongora kísérettel, kis swinges, jazzes megoldásokkal. Nyilván ez nem a populáris vonulat. A szerzőként adott esetben ki tudom élni, nem is hoztam meg azokat a kompromisszumokat. Televíziós műsorokban rengeteget hívtak már névre, vagy képzeld, de volt olyan, hogy láttak fellépni, és felhívtak, országos csatornáról beszélünk, az éppen aktuálisan futó egyik vagy másik konkurens tévécsatornától, hogy hát mindenképpen menjek, és csinálom ezt a dolgot, ez évekig zajlott, aztán most már békén hagynak, nyugodtan mondhatom. Az, hogy ez jó, hogy nem hoztam meg, vagy meghoztam, vagy nem tudom, Isten igazából most, sok tekintetben a helyemen vagyok, aminek nagyon örülök. Ez kimaradt korábban, erre azért jobban rápörögtem, de most már nem annyira, lehet, hogy ennek is köszönhető az, hogy ritkábban megyünk, de azt mindig nagy örömmel tesszük. Hát ha most egy kicsit ritkább is az éneklés, de azért az előadó művészet az ott van az életedben. Ugye van ez a Pajzán Székely mesés estek, vagy nem pontosan tudom milyen neve. Ugye Berecz András ihletet, vagy vele együtt kezdtétek el ezt az egészet.
Mikor született meg ez az est, és miért volt olyan fontos, hogy legyen? Bár úgy lenne, hogy Berec Andrással kezdtük volna el, de jól mondod, hogy vezetett fel, hiszen pontosan Berec Andrást konferáltam egy nagyon régen, nem tudom milyen rendezvényen, és én vettem a bátorságot és székely nyelvjárással, kérlek szépen, pontosan emlékszem arra, hogy hogy a megrendelők, vagy a szervezők, hogy hát nehogy itt, hát majd mi lesz itt, hát te tudod ezt meg? Bízzátok rám, akkor már élveztem annál a társaságnál a bizalmat, és akkor ezzel élve, vagy ezt kihasználva, én ezt így bevállaltam a tisztelt közönség előtt, és nagyon örült ennek az András, hogy ez így ilyen folyamon mondta, hogy a világának senki nem konferált be így engem. Vagy a legtöbben mondják a sablonokat, stb., én meg ott nekiálltam. Kérlek szépen, nem önös érdekből, hanem hogy azt a pluszt tudjam gyakorlatilag az ő felkonferálását illetően behozni, gyakorlatilag, vagy felhozni a közönséget, szoktuk mondani, ugye? És az annyira bejött, hogy hát miért nem foglalkoz, olyan kevesen vagyunk, ne sem mondok, és hát nagyon nyelvjárás, és stb. És akkor itt egy 8 év eltelt, akkor is rengeteg teendőm volt, akkor mi ugye a zene azért, meg a műsorvezetés a rengeteg időmet elvette, nem gondolkoztam ezen, és akkor rá 8 évre volt egy rendezvény, ahol szintén azt hiszem, hogy szervezőként vagy műsorvezetőként voltam jelen, és a Csernik Szende lábbábos, székely lábbábos volt az egyik produktum, és utána kimentünk a kis dohányzó részre, kérlek szépen, és ott teljesen, tényleg nem volt szándékos, elkezdtünk székely nyelvjárásait húzni egymást, mint nő a férfit. Tök adhok jelleggel, improvizatíve. És azt vettük észre, ez már műsor után volt, hogy körénk gyűlnek az emberek, és elkezdenek nevetni. Ahogy mi beszélgetünk, hát nyilván picit harsányabban, tényleg nem volt ez szándékos, csak hogy örültünk egymásnak, meg hogy két ember így meg tud nyilvánulni, és ott indult el egy olyan gondolat, hogy hát akkor talán lehetne is valami. Akkor mesegyűjtés, népszerű meséket is próbáltunk, amik már elhangzottak, én beleírok ezekbe gyakorlatilag, és már itt azért a piacképességről is beszélhetünk. Bocsánat, csak a pajzánságokat írtott bele, mert ugye pajzán székely. Nem, és erre akartam kitérni, hogy nem, hanem kimondottam pajzán székely meséket kerestünk, mert hogy ezt kuriózumnak gondoltam én, hát most többen azért kínálnak, mondják a meséket, stb., de hogy ezt a kis csavart még beletéve, és még tovább próbáltam csavarni tulajdonképpen ezt a kis projektet, hogy kerestem hozzá egy hölgyet, aki pajzán népdalokkal egyfajta fésű rendszerben színesíti a mi kis palettánkat, ami úgy néz ki a gyakorlatban, a szóló előadásokkal is járom az országot. Közel 200 előadást csináltunk már, ami szintén csak büszkeséggel töltem, mert ebben a műfajban azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog. Tényleg a legkisebb Békés megyei településig, a településtől egészen egy 5 csillagos nagy szállodáig voltunk, és voltam már. És akkor Fazekasné Domak Anikó személyében találtam meg azt a hölgyet, aki mind emberileg, mind szakmailag nagy barátság alakult ki, gyakorlatilag tökéletesen megfelel, de ez most csúnya szó, és hogy kigyűjtötte ezeket a pajzán népdalokat, amelyet a duó műsorban ugye citerán kísér, és akkor ennek a fináliaként van egy csángó csújogató, amit a nézőkkel együtt zárunk. Tulajdonképpen szókimondó szövegek vannak benne, de nyilván odaillő is azért a székely nyelvjárással körülitatott módon azzal az ízes humorral, amit nagyon-nagyon szeretnek a nézők, és mi ezt nagyon-nagyon szeretjük csinálni. Úgyhogy ez innentől kezdve folyamatos, Covidot említettük, gyakorlatilag ott volt egy kis pauza, de még előtt emlékszem, hogy az zárások előtt még pár nappal felléptünk. Jól emlékszem, Letenyén, de nem akarok hülyeséget mondani. És azt követően pedig, ha nem is jöttek annyira vissza még az elején, de aztán szépen utána ezeket kedvelik a megrendelők, a nézők. Most is vannak előre foglalásaink. Úgyhogy ez jó, és ezt mindig örömmel, és hogy ezt tolni kell, mert hiszünk. Nem csak azért, mert van keletje, hanem tényleg ne halljon ki ez a fajta nyelv, és Andrással több ízben is, ugye, Berec Andrással találkoztunk, rosszott mesteremnek tartom, és nagyon nagy beszélgetések szoktak történni az öltözőkben. Most is egy néhány napja volt erre példa, egy műsorban találkoztunk, és hát fenomenális ez a dolog, és akkor ez megy tulajdonképpen folyamatosan. Minden mellett, hogy sok minden van, ami a színpadhoz köt, azért te kommunikációs vezetője is vagy többek között mondjuk a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnak, tehát van egy ilyen folyta munkád is.
Ezt mennyire szereted? Azt szoktam mondani, amikor ezt megkérdezik, hogy otthon vagyok. Ezt azért tartom fontosnak, mert mindig is dolgoztam vezetőkkel, településvezetőkkel, kis településtől a nagy településig, és mindig azt a fajta pluszt kerestem, nem csak nyitottságnak mondanám, hanem azt a fajta, nem is tudom, mi a legjobb szó rá, kommunikációs szakemberként, ugye, talán a profizmus. Tehát az, hogy hogy profin zajlanak folyamatok, ezt mindig hangoztattam egyébként, hogy attól, mert kicsi egy település, attól lehet profin gondolkodni. És ezt tartom, ezt a részét. Azt, hogy valahol nem vagy beplafonálva. Beszéltünk alkotói fonnal, ez is az, egy személyi PR mondjuk a vezetőket illetően. Bocsánat, egy intézményi kommunikáció, vagy a tartalomgyártás adott esetben. Mindig alkotó folyamat, mindig kreativitás. Ez nagyon-nagyon fontos, és az, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban kezdetben kancellárasszony, Kulcsán Szilvia kancellárasszony évén találkoztam egy olyan vezetővel, aki mindazt megtestesíti, vagy képviseli, amit én mindig szerettem volna bevinni az egyéb vezetőknek a mindennapjaiba, a kommunikációjába, a marketing részébe, a személyes PR-jába, azt én majdnem készen kaptam, képzeld el. És ez azért fontos, nem azért, mert innentől kezdve nincs dolgom, hanem azért, mert más módon történik mondjuk egy beszélgetés. Tudja, hogy én mit szeretnék, ez neki miért jó, vagy az intézménynek, és erre nyitott. És gyakorlatilag mondjuk a kapcsolatunk, mint olyan a centrummal, az azért sok évre nyúlik vissza, mert én műsorvezetőként, előadóként például a Szakmák utcája rendezvényre, ami, ha ennyit mondhatok, egy reklámszinten április 24-én, legjobb tudomásom szerint lesz idén is ugye Fehérváron, néhány év kimaradt, ugye, én ezekkel már jelen voltam, tehát hívtak, és akkor egy nagyon kedves, szintén kollega, Kovács Emerencia személyében, aki tulajdonképpen behozott engem ezekbe a rendezvényekbe, görgetjük tovább ezt az egészet, hogy hát jól lenne picit fellendíteni ezt a dolgot, és én konkrét ötletekkel jöttem, hogy én azt gondolom, hogy erre lenne szükség ilyen módon. És én ezt tudnám nyújtani, és hogy ez érdekel-e benneteket. És akkor egy olyan vevőkészségre, nyitottsággal találkoztam, ami azt gondolom, hogy sok esetben egyedülálló. Ez másfél évvel ezelőtt történt, és azóta is együtt dolgozunk. Ugye nagyon nagy különbség, ugye azt szoktuk mondani, vagy én azt szoktam mondani, hogy egy főnöktől félnek az emberek, de egy vezető bizalmat épít. És én azt gondolom, hogy ez jelen van jelenleg a centrumban, és így, hogy ugye májusban Horváth Lajos Zoltán főigazgató személyében is egy új főigazgató van tulajdonképpen, így a duális vezetés keretében ilyen emberekkel vagyok gyakorlatilag körülvéve, ezeket az embereket segíthetem gyakorlatilag ahhoz, hogy még jobban tudjon a kommunikációs része. Rengeteg innováció van a centrumon, a szakképzés, nyugodtan elmondhatom, hogy fellegvárát éli gyakorlatilag. Kiváló partnerekkel rendelkezünk, mint vállalati szinten, és még sorolhatnám, ebben most nem megyünk bele, mert nem ez a műsor az, meg ők sokkal szakavatottabbak ebben, de a kommunikáció részét tekintve, hogy ez így tud működni, erre mondtam azt, hogy kezdtem az egész mondókámat tulajdonképpen, hogy én most otthon érzem magam a centrumban, és ezt nagyon fontosnak tartom. Gondolom akkor, hogy egy ilyen jó munkahely, akkor hozzájárul ahhoz, hogy még jobban ki tudjál a többi helyen és a többi előadó abszolút. Művészetben is mindenhol bontakozni. Abszolút, abszolút, abszolút. Igen, a több tevékenység az bennem összpontosul, hiszen ugye sok helyen megkérdezik, hogy hát de annyi mindent csinálsz, hát melyik vagy te, Isten igazából? És hát mindegyik én vagyok, és azt gondolom, hogy lassan már priorizálnom kellene, a centrum abszolút prior ilyen tekintetben, mert hogy tehát az imént
vagy az imént elhangzottak miatt is, vagy amit mondtam abban a gondolatmenetemben, de abszolút jól látod, tehát tényleg ki tudhatni, mert hogyha jó szájízzel vagy minden nap tulajdonképpen, akkor máshogy motiválódsz, máshogy inspirálódsz egyéb tevékenységeidben is. Még tudom csinálni ezeket is, azért, mert én mindig szolgálatkészen csináltam ezeket. Tehát ha valakiben nincs benne ez az alázat, a szolgálat az iránt, amit csinál, nem szereti, akkor azt, hát te pontosan tudod gyakorlatilag, mert van olyan vendég, akit meg kell hívni adott esetben, ugye, műsorvezetőnek, de tényleg, amikor igazán érdekel egy vendég, és úgy kérdezed, akkor az azért teljesen más, és ez a nézőknek is átjön. Ugyanez minden egyébben. Nem tudsz hazudni. Tudunk generálni persze sok mindent, de ez egy idő után kibukik. És hogy hol összpontosul ez bennem? Hát ezt mondhatjuk a színpadon. Hát nem tudsz hazudni a színpadon a közönségnek, egy élő közönségnek. Hát ott, ha meg nem érdekli őket, hogy neked most éppen mi bajod van. Tessék szívesen szórakoztatni, mert mi azért vagyunk itt. És akkor az az adrenalin löket, ami nagy szerencsére még a mai napig ott van. És ha most nem egy televíziós műsorban lennék, akkor csúnyát mondanék, hogy összecsinálom magam. Előtte az átalakul adrenalinnál, és ez nagyon-nagyon fontos, és ugyanígy egy bármilyen tevékenységemben, és ez a jó, mert akkor mondható az, hogy ez érdekel, és ez fontos a számodra. Már pedig ez így van, és ez megvan a centrumban is, hogyha mondjuk ezt osztad példának egyéb tevékenységeim mellett is. Ez fontos. Sajnos lejárt a műsoridőnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, a vendégem voltál, és hát lehet, hogy még majd lesz ennek egy második része is, amikor, hiszen mentálhigiéniával is foglalkozol, mentáltréner is vagy, úgyhogy erről is egy kicsit beszélgetünk majd. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, a Fehérvári Beszélgetések vendége volt Égeren László, kommunikációs szakember, műsorvezető, énekes, dalszerző. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.